Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit, hogyha a címből nem jöttetek volna rá, akkor egy lovas videóról lesz szó. Tudom, hogy vagytok páran itt az én csatornámon, akik nem szeretik, vagy nem kifejezetten érdekli őket a lovas tartalom, de ez már egy ilyen videó, és az az igazság, hogy mondtátok páran, sőt, folyamatosan mondjátok, hogy csináljak egy külön csatornát a lovas tartalomnak, de ez alapján akkor lehetne külön csatorna a körmös tartalomnak, a hajas tartalomnak, a parókás, bármilyen tartalomnak, úgyhogy egyenlőre nem lesz. Nem érzem úgy, hogy lenne elég tartalmam ahhoz, hogy külön bontsam, illetve időt se nagyon tudok arra szánni, hogy külön, nem tudom, 2-3 csatornára folyamatosan csináljak videókat. Úgyhogy egy darabig még biztos, hogy itt lesz, és akit nem érdekel az egyik vagy a másik fajta tartalom, attól elnézést kérek, de hát ezt most így tudom megoldani. Instán kértelek titeket, hogy szavazzátok meg, hogy lovas kérdezfelelek vagy storytime legyen, és a storytime-ot szavaztátok meg, viszont megint egy kicsit félreértettetek az utolsó sztorimban, és kérdéseket tettetek fel, nem ajánlásokat, hogy milyen fajta storytime-ot vagy lovas videót csináljak, úgyhogy valószínű, hogy azzal fogom kezdeni, hogy elmondom nektek, hogy milyen lovaim voltak így az évek folyamán, egészen a mai napig, és hogyha ettől egy kis ikletet kaptok, hogy mire lennétek kíváncsiak, nagyon szeretek beszélni, úgyhogy igazából bármit elmesélek nektek így a lovas karrierem kapcsán. Várom az ajánlásokat majd a komment részlegbe, hogy mi legyen a következő storytime. És akkor úristen, lehet, hogy egy kicsit csapongani fogok, viszont amennyi képet és videót tudok, annyit fogok nektek ide beilleszteni, és próbálom prezentálni, hogy mikor milyen lóról is van szó, de kezdjük el. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kislány, aki jelen esetben én vagyok, és ahol most kezdődik a sztori, ott már van saját lovardánk. Nem tudom pontosan, hogy milyen évet írunk, de ezt majd ide ki fogom írni nektek a képernyőre, hogy tisztában legyetek vele. Az első hivatalosan nagyon idézőjeles minden, mert nyilván egyik ló se volt az én nevemen, de az első olyan ló, amit úgy kaptam, hogy na ez a tied, Rebeka, az egy nagyon-nagyon cuki, nullás sütésű, származás nélküli kisbaba volt, Nimbusnak hívták egyébként, és 4 éves volt szerintem, amikor megkaptam. Egy nagyon kis csofat, kis alacsony, de egyébként egy iszonyatosan jó lelkű jószágról beszélünk. Nagyon-nagyon sokat versenyeztünk, főleg díjlovaglásban egyébként. Ugrani nem annyira tudott, de díjlovaglásba nagyon-nagyon szerettem vele menni, mert egyébként egy nagyon laza, nagyon ügyes kis ló volt. Bár azt azért hozzátenném, hogy amikor az alkaromat eltörtem, az a sztori is hozzáfűződik. Hogyha esetleg egy eséses, töréses videóra is kíváncsiak vagytok, akkor oda is tudok bőven tartalmat. Szóval ő volt az első ló, ami hivatalosan az enyém volt. Az, hogy meddig, azt nem kifejezetten tudom, de ő aztán iskola ló lett egyébként, és nagyon-nagyon sok gyereknek segített így az első kezdetleges lépéseikben. Szerintem nem nagyon húzom tovább egy-egy lóról a mesélést, mert nagyon hosszú lesz ez a videó. A következő, ami nagyon-nagyon fontos szerepet játszotta az én lovas karrieremben, és igazából az egész életemben, őt Bonifácnak hívták. Egy kicsit átcsúszok ide, hogy itt lássatok majd mindent mellettem. Bonifácnak hívták, és ő még az első kanyarba volt, amiket először vettünk, viszont 3 évesen vettük, nyilván őt belovagolták, és körülbelül egyébként egy évvel később, ilyen 4-4,5 évesen már én lovagoltam egyébként, ami így utólag visszagondolva egy hatalmas nagy dolog volt, hogy 12-3 évesen elkezdtem lovagolni egy csikót, de annyira érett és okos és segítőkész volt ez a ló, hogy én vele kezdtem el versenyezni, és iszonyatosan hálás vagyok neki, mert amit lehetett szerintem, azt így a kezdő lovas évembe elértem vele. Kezdő lovas OB-t nyertünk, nagyon-nagyon sok stílusversenyt megnyertünk szinte mindenhol az egész országban, és utána, amikor elkezdtünk feljebb lépni,
akkor championátusra is mentem vele. És amikor 1.25-ön kezdtünk el menni körülbelül, akkor jöttek elő a problémák, és többször megállt. Elég sokszor a vége fele, idézőjelben mondom, hogy a vége fele, kizártak vele, vagy nagyon sok hiba ponton volt, vagy ilyen felesleges rudakat ütött le, és kiderült, hogy neki problémája van a hátsó lábaival, utána őt meg is kellett műteni. Utána még egy darabig próbálkoztunk, hogy hát ha fog tudni újra versenyezni, de sajnos nem sikerült újra visszahozni, úgyhogy egy nagyon-nagyon kedves hölgy vette meg, és imádják, szeretik a mai napig egyébként, terepre járnak vele, és ilyen szabadidős foglalkozásokon vesz részt, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy jó helyre került. És az az igazság, hogy minden kezdő lovasnak ilyen lovat kívánok, mert tényleg nála jobbat nem is kaphattam volna. Az az igazság, hogy időrendileg nem nagyon tudok szerintem sorrendet alkotni, ugyanis azok a lovak, amiket én lovagoltam, azokat nagyjából egyszerre vettük meg. Az utolsó pár ló lesz majd olyan, hogy ők külön kerültek hozzánk, viszont ilyen 4-5 darab körülbelül az így egyszerre lett megvéve, és szépen fokozatosan, ahogy fejlődtem, úgy ültem fel egyikre, másikra, és versenyeztem azokkal is. Úgyhogy a következő ló hivatalos nevén Villám, egyébként pedig Rencsi. Ő egy mókás jószág, egy nagyon szép sárga hókája van, kesely lábai, és nagyon buta. Ő az a fajta ló, aki konkrétan a falnak is neki megy, hogyha te azt szeretnéd. Mindent nem mondom, hogy megugrott, mindennek elrugaszkodott, és egy csomó mindent leütött. Ő olyan volt, hogy tényleg soha, de soha nem állt meg, viszont hogyha nem volt kedve ugrani, akkor egyszerűen nem ugrott, és nem húzta a lábait, de nagyon sokat segített, mert hogyha rajta ültem, akkor soha nem volt olyan, hogy féltem volna bemenni egy pályára, vagy úgy éreztem volna, hogy úristen, ez lehet, hogy nekünk túl nagy, mert tudtam, hogy semmi baj nem történhet, legrosszabb esetben leüti. Vele is versenyeztem egyébként championátuson, de ő soha se volt az a ló, akire lehetett számítani, hogy na vele tuti eredményt fogunk elérni. Ő mindig egy ilyen gyakorló ló volt nekem igazából. Később egyébként Sanyi is nagyon-nagyon sokat versenyzett vele, és szerintem neki is egyébként tök sokat segített. Ezután van itt nekünk egy kicsike szürke kancánk, ő éppen hogy nem póni kategóriába tartozik, pedig egyébként nem póni szülei voltak. Vele nagyon keveset versenyeztem, ő inkább Sanyinak lett a lova később, viszont azért én is megpróbáltam, ha megtalálom azt a képet, még szabadidős versenyen egyszer estem róla egy akkorát, egy jó ég és sorozatkép van róla. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon kényelmetlen, iszonyatosan pici, nagyon furcsa stílusba ugrik. Viszonylag tud ugrani, de mondjuk így 1.25 felett már semmiképpen, tényleg nagyon pici, és nagyon-nagyon nehéz, nagyon érzékeny a szája, úgyhogy hát azok mókás pályák voltak egyébként, de gyakorolni az is nagyon jó volt. Ezután következhet még egy szürke, őt viszont imádtam. Ő az életem egyik szerelme volt konkrétan. Szerintem vele nagyon passzoltunk, rengeteget versenyeztem, ő egy iszonyatosan gyáva ló volt. Ha van egy kategória, egy gyáva kategória, amire gondoltok, akkor a szorozzátok be még legalább 2-vel vagy 3-mal. De nagyon szerettem vele versenyezni, nagyon gyors volt, nagyon laposakat ugrott, gyorsan fordult, és nem tudom, valahogy úgy közel éreztem a szívemhez. Szerintem ilyen 1.30-ig mentünk, talán annál magasabban nem biztos, hogy mentem vele, de maximum 1.35, a fölé már nem mert menni, akkor már sokszor megállt, magasugrásoktól félt. Nyilván, mint minden mástól, de ennek ellenére tőle is nagyon sokat tanultam, és nyilván, amit itt észre fogtok venni majd a képeken, videókon, hogy rengetegféle lovat lovagoltam, és azt tudni kell, hogy abban a 2 évben, amíg én magántanuló voltam, akkor napi szinten ilyen 7-8-9, attól függ, mennyi lovat lovagoltam, és nagyon sokszor én ezekkel versenyeztem is egyszerre. Volt olyan, hogy egy versenyre 6 lóval mentem el, úgyhogy az biztos, hogy nagyon-nagyon sokféle lovat lovagoltam, nagyon sokat tanultam tőlük, lehet, hogy nem mindegyik volt nagyon jó ló, vagy tökéletes, de nagyon sokat tanultam tőlük, az biztos. Ezután teszek egy kitérőt egy nagyon mókás kis állatra. Őt bértartásba hozták egy
egyébként hozzánk, de aztán ilyen-olyan okok miatt a lényeg az, hogy nálunk maradt a ló, és végül is a miénk lett, úgyhogy elkezdtünk vele foglalkozni. Egy étkezési rendellenessége volt az állatnak, nyilván ez nem lett diagnosztizálva, de ami alatta volt, azt mindent megevett. Nem volt neki elég nyilván a zab meg a széna, hanem a szalmát is felette maga alól, úgyhogy aztán őt forgácsra kellett állítani, amikor elkezdtünk vele igazából komolyabban dolgozni. És nagyon érdekes, mert egy nagyon-nagyon lusta ló volt, de egyébként tök jól tudott ugrani, vagy úgy volt benne valami, ami miatt tök izgi volt, őt Fergetegnek hívták egyébként. Azt nem tudom, mondtam-e, hogy az előzőt azt Montblanc-nak hívták. Lehet, hogy nem mondtam, mindegy, szóval a szürke, az előző szürke az Montblanc volt. És akkor most Fergetegnél tartunk. Ő egyébként egy csődör volt, és vele csak pár versenyen mentem ilyen 110 centiken körülbelül, mert nagyon-nagyon nehéz volt. Otthon sokkal könnyebben ugrott, otthon sokkal energikusabb volt, viszont versenyen igazából szenvedés volt vele az egész, és akkora potenciált nem láttunk benne, hogy aztán sokkal tovább húzzuk így a versenyeztetését, de otthon egyébként nagyon sokáig lovagoltam még én is. Utána lovagolták gyerekek is, akik oda jártak hozzánk lovagolni, és ha jól sejtem, utána az eredeti tulajával rendbe jöttek a dolgok, és talán ő vitte el. A lovakutó életeivel össze vagyok keveredve, úgyhogy arra nem tudok nektek válaszolni. Azt sem tudom, hogy hány lónál tartunk már, de még mindig van, úgyhogy menjünk tovább, és az egyik legfontosabb ló következik az én kis életemben, akit hivatalos nevén Formás Rubintnak hívtak, egyébként pedig Puckó volt a beceneve, Isten tudja miért, tehát fogalmam nincs. Ő egy kisbéri, volt, aki kérdezte, hogy lovagoltam-e kisbérit, és igen, lovagoltam kisbérit, ő egy kanca volt, és ő az a kanca, aki miatt azt mondtam, hogy soha többet nem szeretnék kancát. Egy nagyon-nagyon hisztis idős hölgyről beszélünk. Amikor én elkezdtem lovagolni, akkor lehetett ilyen 12 éves körülbelül. Nagyon sokáig nem ül, idézőjelben mondom, hogy nem ülhettem fel rá, mert tényleg nagyon-nagyon nehéz lovaglású volt. Őt fiatal korában rosszul lovagolták be, nem olyan jól bántak vele. És a lényeg a lényegben, hogy amikor én elkezdhettem lovagolni, akkor már kicsit idősebb voltam. Egy nagyon-nagyon rossz szájú, iszonyatosan futós, egyébként anatómiailag sem rendben lévő lóról beszélünk, de mégis hozzáfűződik a legtöbb sikerélményem egyébként, ugyanis egy nagyon-nagyon gyors ló volt, iszonyatosan gyors ló. Ő volt az első és az egyetlen ló, akivel igazából normálisan tudtam idős számokat lovagolni, főleg vadász, de egyébként a hibaidős számokat is szerintem csak vele tudtam normálisan teljesíteni. Valahogy az idő nem az erősségem azokkal a lovakkal, amiket utána lovagoltam, de vele ez teljesen máshogy volt, és nagyon-nagyon szerettem vele vadászba menni, iszonyatosan szerettem vele gyorsan menni, és azt hiszem, hogy kettőször talán indultunk az OTP-n is, amit ugye a Paplászlóba tartanak. Egyszer se sikerült túl jól, de nagyon jó élmény volt egyébként, és vele is ilyen 135, maximum 140 centig mentem. Arra emlékszem, hogy egyszer még indultunk OB-n is, és az első napon én voltam az első induló, úgy van, az országos bajnokságon, legalábbis akkor úgy volt, az első nap az egy vadász szám, ami azt jelenti, hogy nem számít, hogy mennyi rudat ütsz le, nem kapsz hibapontot, hanem minden egyes leütött rúdér 4 másodperc időbüntetést kapsz, és nyilván nekünk ez nagyon kedvezett, mert iszonyatosan gyors jószágról van szó, ezt már mondtam nektek, és az első napon én voltam az első induló, és egy hibátlan pályával egy olyan időt állítottam be, hogy a végén meg is nyertük. Úgyhogy tényleg iszonyatosan jó élményeim fűződnek hozzá. És amikor 16-7 éves lett talán, akkor úgy döntöttünk, hogy nem akarjuk tovább bántani versenyzéssel, mert tényleg mindent megtett, ami tőle telt, és szerettük volna befedeztetni, viszont sajnos a méhével is voltak problémák, cisztái voltak, és hiába volt kezelve, nem tudtuk vemhesíteni. Pedig nagyon boldog lettem volna, hogyha tőle lehetett volna egy kis csikom, de hát sajnos nem így jött össze. Utána ő kikerült legelőre, és valószínűleg most is nagyon boldogan legelészik, és tölti a nyugdíjas éveit. Ezen kívül van itt egy kis kívülálló lovacskánk, aki nem más, mint Stella.
Stellát bérbe lovagoltam, amit, hogyha valaki nem tudná, hogy hogy néz ki, akkor a körülbelül nagyon egyszerűen a tulaj kiválaszt egy magának szimpatikus lovast, teljesen mindegy, hogy milyen alapon igazából, és te, vagyis jelen esetben én, mint lovas, kapok azért pénzt, hogy vagy alkalmanként, vagy havonta egy fix összegért lovagoljam a lovat, és esetleg, hogyha már olyan szinten tart, akkor versenyezzek vele. Stellát 4 évesen kaptuk meg lovaglásra, 4 vagy 5 évesen, valami ilyesmi. Elkezdtem vele otthon edzeni, és amikor úgy ítéltük meg, hogy készen áll, akkor elkezdtünk vele versenyezni. Egy iszonyatosan jó indulatú lóról van szó, de ő is nagyon pici volt, és ő talán még kisebb volt, mint a Szilajka. És lényeg a lényegben, hogy egész nagy számokba is indultam vele, szerintem ilyen 120-125 centire is bementem vele, ami vakmeleg, mert hát remélem, hogy nem látja senki olyan, de nem volt benne túl nagy ugrás, tehát mindent megtett, ami tőle telt, de nem volt egy tehetséges állat. Ennek ellenére versenyeztem vele, és amit tudtam, azt megtettem, de hát nem lett belőle versenyló, hogyha értitek, hogy mire gondolok, és őt aztán 1-2 év után talán szerintem el is vitték máshova, ha jól tudom. És ezután, ha jól sejtem, akkor elérkeztünk a következő nagy fordulóponthoz, amikor is otthon ki lett jelentve, hogy keresünk nekem egy olyan lovat, amivel tudok nagyobb versenyszámokba is menni. Ebben nem megyek bele, hogy hogy meg mint, mert igazából ennek vannak ilyen, hát viszonylag kellemetlen és sötét oldalai, úgyhogy koncentráljunk csak a jóra, hogy kaptam egy lovat, akit Gameboynak hívtak. Amikor én megkaptam Gameboyt, ő se volt már fiatal, pontosan nem tudom, hogy hány éves volt, de szerintem ilyen 14-15 biztosan. Amikor én vele elkezdtem versenyezni, rögtön azt hiszem, hogy már az első versenyen 125 centin mentünk, és rá pár hónapra elindultam vele életem első országos bajnokságán. Nagyon-nagyon sok első egyébként ehhez a lóhoz kapcsolódik, és nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem vissza rá, ő is egy, hát viszonylag elrontott ló. Egyébként semmit se csinált a hivatalos nagykönyvbe leírt módon, soha, de soha nem támaszkodott. Ezt majd mindjárt itt látjátok a videókon, hogy mire gondolok, de iszonyatosan szerettem vele ugrani, nagyon könnyű volt lovagolni, egyébként nyilván semmit nem kellett csinálnom, mert a feje az saját életet élt. Egyszer-egyszer volt olyan problémám, hogy nem mindig láttam a fejétől, amikor nagyon csapdolózott felfele, de egyébként minden rendben volt. A lábaival is később lettek egyébként problémák, úgyhogy aztán arra elég sok pénzt ráköltöttünk, hogy rendben legyen. De őt lovagoltam életemben először, például hakamorral, és szerintem nála szerettem meg nagyon egyébként így az egész hakamoros történetet. Meg hát nyilván nagyon-nagyon sok külföldi versenyre jártam vele, úgyhogy rengeteg szuper élményem van vele, viszont egy darabig lovagoltam két évet maximum. 2 évnél biztos nem lovagoltam többet, ugyanis utána jött az én drága kisöcsikém, és ő még akkor gyerek kategóriában lovagolt, és a Gameboyt odaadtuk neki, mert nyilván alacsonyabban kell versenyezni, tehát neki se olyan megterhelő a lónak nyilván, meg öcsinek is nagyon-nagyon sokat segített, hogy egy tapasztalt, biztos ló van alatta, úgyhogy szerintem neki is sokkal könnyebb volt így elkezdeni a nagyobb számokba versenyezni, és utána szerintem még ifi kategóriába is bőven versenyzett a Gameboy-jal. És még gyorsan annyit odafűznék, hogy a Gameboy is egyébként egy holland sportló volt, és most jutunk el ahhoz a részhez, amikor kimegyünk Hollandiába, és 3 nap alatt, és rengeteg szabadon ugrás után kiválasztottuk Edit és Enjoyt, és rá egy hónapra körülbelül haza is értek, és hirtelen lett 2 darab 3 éves kiscsikóm, és teljesen megváltozott az egész, hát nem tudom, napi rutinom, a lovaglási szokásaim, és a versenyzés is természetesen. Körülbelül egyébként egy 1,5 évig lovagolt a
más enjoyékat, és utána kezdtem el én lovagolni őket. Nagyon-nagyon sok díjlovas edzésünk volt az elején, szerintem egy fél évig csak díjlovas edzésünk volt, és utána kezdtünk el ugrani, és ugye elkezdtünk versenyezni 4 évesbe. Hát úristen, hogyha szeretnétek enjoy történetét, akkor arról nagyon-nagyon szívesen csinálok egy külön videót, mert hát... Onnan vannak azért mókás történeteim, mire jutottunk idáig, ahol most tartunk, és ugye itt volt nekem egy edim, aki egy nagyon macis, nagyon érett gondolkodású, de egyébként gyáva ló, és hozzátenném egyébként, hogy nagyon óvatos, tehát amilyen gyáva, nyilván ez a kettő együtt jár. Annyira óvatos volt, nagyon-nagyon nem szeretett rúdhoz érni, iszonyatosan jó stílusba ugrott, őt egyébként stílusversenyen nagyon szerették is, és ezzel szemben volt nekem egy enjoyom, aki egy iszonyatosan hebrencs, semmin nem gondolkozik, nagyon szeret ugrálni, nagyon szeret futni, de egyébként iszonyatosan jól tud ugrani, fajta ló, és hosszú-hosszú évekig egyébként nekem szinte csak ez a két lovam volt, és velük mentem folyamatosan nyilván évről évre egyel fentebb, és aztán ugye az Edinek volt egy balesete Somorján, ami miatt egyébként a mai napig nem kifejezetten szeret ugrani, reméljük, hogy ez még meg tud változni, de nyilván itt egyedül maradtunk Enjoy-jal, és szerintem 2018 óta ő az egyetlen egy állat, akivel én foglalkozom, és nyilván azt tudjátok, hogy tavaly majdnem, sőt, szerintem egy egész évre odaadtam öcsinek, hogy az utolsó ifi évét kihasználva tudjon még nemzetközi versenyeken menni. És ezután, ugye februárban, hogyha jól sejtem, csináltam egy videót, hogy Enjoy felköltözött ide hozzánk, Pestre, és azóta pedig újra lovagolom. Ő az egyetlen egy ló, akivel most foglalkozom. Nagyon gyorsan pár kérdést ide a végére még megválaszolnék nektek. Jelenleg nincsen időm még egy lóra, kérdeztétek, hogy szeretnék-e még egy lovat Enjoy mellé. Jelenleg semmiképpen. Ez most úgy érzem, hogy bőven elég, nem nagyon tudnék szerintem több lóval foglalkozni, de a későbbiekben egyébként egy kis csikónak örülnék. Nagyon élveztem magát a folyamatot igazából, hogy egy 3 éves kis semmiből egy felnőtt önálló egyéniség lett, úgyhogy hát igen, felneveltünk egy gyereket. Nagyon izgi, úgyhogy szerintem ennyi a lovaknak a listája, amivel igazából komolyabban foglalkoztam, komolyabban lovagoltam őket. Nagyon sok ló van még nyilván, amit lovagoltam, vagy csak ültem rajta, de ezek voltak azok a lovak, amik egy adott ideig az enyémek voltak, és csak én foglalkoztam velük. Úgyhogy remélem élveztétek ezt a kis storytime-ot, nagyon szeretek erről beszélni, nagyon sok téma van egyébként, amit még ki tudnék így nektek fejteni, úgyhogy ha szeretnétek, akkor léci, mutassátok meg és dobjatok egy hatalmas lájkot erre a videóra, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban, ott sokkal többet láthatjátok Enjoy-t, ugyanis majdnem napi szinten posztolok róla valami sztorit Instára, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!